Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Február 10-e szerda van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Február közepén online nemzeti konzultáció indul az újranyitás körülményeiről. Győr polgármestere a Covid híradóban mindenkit arra bíztatott, vegyen részt a konzultációban. Idén már a megyei önkormányzatokon keresztül támogatják a kábítószerügyi egyeztető fórumokat. A városi szervezetek projektnyitó rendezvényen ismertették programjaikat. A meteorológusok szerint a mostani tél leghidegebb időszaka köszönt ránk a következő napokban. Havazásra, erős szélre és kemény mínuszokra, éjszaka pedig mínusz 10 fokra számíthatunk Győrben. Február közepén újabb, ezúttal online nemzeti konzultáció indul. Ennek eredménye és a szakértők véleménye alapján dönt majd a kormány az újranyitás körülményeiről. Erről is beszélt a keddi Covid híradóban Győr polgármestere. Dr. Dézsi Csaba András bejelentette, hamarosan az orosz vakcina is rendelkezésre áll idehaza, így még többen kaphatják meg minél előbb a Covid elleni védőoltást. Kérdésre válaszolva a polgármester azt mondta, az idős otthonokban egyelőre nem enyhítenek a korlátozásokon, mert még nem alakult ki a megfelelő védettség. Komoly bejelentésekkel kezdte a keddi Covid híradó Győr polgármestere. Dr. Dézsi Csaba András elmondta, hamarosan nemzeti konzultáció indul idehaza, a város vezető a részvételre buzdított. Február közepén online nemzeti konzultáció indul. Biztatok mindenkit, hogy vegyen részt benne, mondja a véleményét, hiszen a szakemberek véleménye mellett a kormány ezen vélemények alapján összesítése után fog dönteni arról, hogy hogyan tovább, hiszen a korlátozások jelenleg március 1-ig vannak érvényben. Itt a lehetőség arra, hogy elmondjuk a véleményünket. A polgármester arról is beszélt, hogy az orosz vakcina belépésével bővült a Covid elleni védőoltások beadásának lehetősége Győrben is. Az orosz Sputnik vakcina is megkapta az engedélyt. Ennek megfelelően Magyarországon már Pfizer, a Moderna és az AstraZeneca koronavírus elleni vakcinák egy újabb fajtával bővültek. Biztatok mindenkit arra, hogy regisztráljon a vaccinainfo.gov.hu címen, és reméljük, hogy az oltások április végére, május elejére már a 40-es korosztálynak is, tehát a sor végén állóknak is elérhetőek lesznek ezáltal. Kérdésre válaszolva a polgármester azt mondta, egyelőre nem enyhítenek a korlátozásokon a győri idős otthonokban. Az első oltások beadása megtörtént, de a második oltás 21 nap múlva lesz, és utána alakul ki majd a védettség egy 8 nap múlva, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi érvényben lévő látogatási és kijárási korlátozást nem lehet feloldani, hiszen az országos tisztifőorvos rendelte el, de szakmailag még nem is lenne indokolt, hiszen az első oltás még nem ad olyan jelentős védettséget, ami biztonságossá tehetni ezt a látogatást. Most már ezt a pár hetet tényleg fél lábon ki lehet bírni. Két helyi óvodai csoportot erre a hétre bezártak, derült ki a Covid híradóból, mert néhány dolgozó tesztje pozitív eredményt hozott. Nem örülünk annak, hogyha csoportokat zárnak be, de szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy a 685 dolgozónkból ez a három kiszűrt covidos dolgozó azt jelenti, hogy a dolgozóink 0,4%-ánál lelhető fenn vagy érhető utol a Covid fertőzés, ez pedig nem magas. Gyerekeknél nincsen, ahogy a bölcsődei létszámból is el tudom mondani, hogy a teljes létszám vírusmentes mind a dolgozóknál, mind pedig a gyerekeknél. Ismét több kérdés érkezett a győri kutyafuttatók állapotával kapcsolatban, ezekre a Győrszól illetékese válaszolt. Kutyafuttatókkal kapcsolatban több kérdés és érdeklődés érkezett az elmúlt időszakban, úgyhogy van egyfajta közös gondolkodás, egyfajta tervezés az annak kapcsán, hogy ezekkel a kutyafuttatókkal mit lehet csinálni, hogy még komfortosabbá váljanak. Az biztos, hogy a hatékony megoldásoknak a költségvonzata most úgy tűnik, hogy ez elég jelentős, úgyhogy mindenképpen szükség van arra, hogy a tulajdonos önkormányzattal egyeztessünk, hogy milyen stratégiát, milyen hosszú távú tervezést lehessen a kutyafuttatókkal Győrben átfogó jelleggel megtenni. Az útkezelővel kapcsolatban a híradóból kiderült, a Tatai út fejlesztése még az idén elindulhat.
Ez egy kapacitásbővítő átalakítás, ahol természetesen buszmegállók is meglettek tervezve, és a terven tovább lépve pályázatból sikeresen az önkormányzat pályázott, tehát innentől kezdve most a kivitelező kiválasztása történik egy közbeszerzési eljárás keretén belül. Ha az eljárás sikeresen lezárul, akkor még idén elindulhatnak ezek az építési munkálatok. A Covid híradó legközelebb a jövő héten jelentkezik, majd a polgármester Facebook oldalán és a Győr Plusz televízióban. A vakcina megjelenésével január 1-jével lehetőség van a magyar gazdaság újraindítására. Ezért a kormány elindította a három ütemből álló gazdaság újraindítási akciótervet. Erről Orbán Viktor miniszterelnök beszélt először, majd a pénzügyminiszter már a részletekről is beszámolt közösségi oldalán. Az új és konkrét intézkedések közül Varga Mihály a 10 évre szóló 10 millió forintos 0%-os hitelt emelte ki. A tárcavezető szerint ez nagy lehetőség a kis és közepes vállalkozások számára, hiszen azonnali támogatást jelent, de a törlesztést csak 3 év múlva kell elkezdeni. A tavaly évben sok ezer hazai munkahelyet sikerült megőrizni, sőt rengeteg cég még bővített és fejlesztett is a Covid okozta gazdasági válság ellenére. A pénzügyminiszter a napokban arról beszélt, a kormányzati támogatásoknak köszönhetően kisebb volt a gazdasági visszaesés, mint például Spanyol vagy Franciaországban. Varga Mihály kiemelte, bízik benne, hogy idén már magához tér a magyar gazdaság, és nem veszik majd el a befektetett energia. A tárcavezető arról is beszélt, hogy még korábban a turizmus és az idegenforgalom voltak, a húzó ágazatok a járműipar mellett, ez a helyzet a járvány miatt megváltozott. Éppen ezért célzott támogatásokkal készül a kormány, ennek első eleme a már bejelentett 10 milliós kamatmentes hitel, amiről közösségi oldalán beszélt a miniszter. A gazdaság újraindítási akcióterv legújabb lépése a kamatmentes újraindítási gyors kölcsön. A kis- és középvállalkozások újraindulását 10 millió forintos, 10 éves futamidejű, kamatmentes hitellel segíti a kormány. Időt hagy a vállalkozásoknak a munkára az, hogy a hitel törlesztését csak 3 év múlva kell elkezdeni. A kormány újabb részletekről is döntött, ezek a következők. A felvett összeget a vállalkozások bérekre, járulékokra, rezsire, működési költségre és készletfinanszírozásra is használhatják. A hitelprogram keretösszegét a kormány 100 milliárd forintban határozta meg, a gyors kölcsön lebonyolítója a Magyar Fejlesztési Bank. Ahhoz, hogy a gazdaság újrainduljon, nem elég a korlátozások feloldása, forrásokra is szükség van. A kamatmentes újraindítási gyors kölcsön ebben nyújt fontos segítséget a legkisebb vállalkozásoknak. A cél az, hogy a gazdaság újraindításához és a munkahelyek teremtéséhez a magyar kis- és középvállalkozások is minél nagyobb arányban járuljanak hozzá. A gazdaság újraindítási akciótervből egyelőre még csak ez az egy intézkedés látott hivatalosan napvilágot, de a miniszterelnök további lépéseket ígért. Az akcióterv 3 ütemből áll majd, célja pedig, hogy minél gyorsabban és zökkenőmentesebben találhasson magára a hazai gazdaság, és persze annak szereplői. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a kábítószerügyi egyeztető fórumok programjait idéntől a megyei önkormányzatokon keresztül támogatja. Ez azt jelenti, hogy a Győr-Moson-Sopron megyei önkormányzat bírálja el a soproni, a kapuvári és a győri programot, illetve annak finanszírozását is. Mondta el a Győr Plusznak Németh Zoltán a projektnyitó rendezvényen. Az eseményen a városi szervezetek képviselői ismertették programjaikat, illetve a megyei rendőrfőkapitányság számolt be a térség aktuális kábítószer helyzetéről. Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron megyei közgyűlés elnöke nyitotta meg a rendezvényt, ahol a térségben működő kábítószerügyi egyeztető fórumok képviselői jelentek meg,
idéntől az Emberi Erőforrások Minisztériumának felkérésére a megyei önkormányzatok koordinálják ezeket a szervezeteket. Mi bíráljuk el most azokat a programokat, amiket a városok Győr-Moson-Sopron megyében, Győr, Kapuvár és Sopron megkíván valósítani, és ez rajtunk keresztül biztosítódik a forrás. Én nagyon fontosnak tartom, hogy azokat a jó gyakorlatokat, és ez ugye a megyei önkormányzatnak is a szerepe most, hogy koordinálja ezeket és kapcsolatot létesítsen a városok között azért, hogy ezek a programok ezek megvalósulhassanak, és tudjanak egymásról az érintett felek, mert közös érdek az, hogyha egyszer kitaláltunk valamit, akkor azt a drog megelőzés szempontjából egyaránt tudjuk minden településen alkalmazni. Nagyon fontos az is, hogy a drog megelőzésben tevékenyen részt vegyünk. Ugye most ez az online világ, a kijárási tilalom nyilván a rendezvények hiánya talán csökkenti a drogfogyasztásnak azokat a potenciális lehetőségeit, amik talán hagyományosnak tekinthetők, ugyanakkor a depresszió az ártabb közösségekben, a drogfogyasztás viszont olyan helyeken is kialakulhat, ahol eddig nem volt erre példa. A COVID-járvány miatti szigorítások is nehezítik a fórumok működését, ezért fontos, hogy az új stratégiában erre a problémára megoldást találjanak. Ezt a területet is sokként érte a tavalyi év, hiszen azért a drogprevenció alapvetően egy közösségi és a Győrvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum is alapvetően közösségi tevékenységeket valósított meg, amik ugye azért ez egyértelmű volt, illetve hát utólagosan bebizonyosodott, hogy ezek a programok gyakorlatilag hát jó részük megvalósíthatatlanná vált, és igazándiból jó részük közösségi platformokon sem tud működni. Úgyhogy azt gondolom, hogy amiben megújulnunk kell, az mindenképpen ez, hogy azokat a programokat, amik kiállták az idő próbáját, azokat hogy lehet úgy adaptálni, amik a különböző online felületen is jól tudnak működni. A rendőrség szakmai véleményével, tanácsaival már közel 20 éve segíti a Győri Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot. A kábítószer probléma nem új keletű, a rendőrség minden fórumon küzd ellene, mind a kínálat, mind a kereslet csökkentés tekintetében. Fontos feladata a bűnüldöző szerveinknek, illetve a megelőzésnek is egy állandó prioritás, hogy az ifjúságot helyes irányba tereljük, és egy egészséges, szermentes életmódra próbáljuk meg sarkalni. A megyei kábítószer helyzetről is beszámolt a rendőrfőkapitányság munkatársa, aki elmondta, továbbra is az ismeretlen összetételű designer drogok jelentik a fiatalokra a legnagyobb veszélyt. Emelkedő tendenciát mutat az influenza-szerű megbetegedések száma Győr-Moson-Sopron megyében. Ezt írta a legfrissebb statisztikájában a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Az influenza legfőbb tünetei nem sokban különböznek a koronavírus tüneteitől, így nagyon nehéz eldönteni, hogy melyik betegség támadta meg az ember szervezetét. Híradónk stábja dr. Muzsai Géza gyermekorvost kérdezte meg, mi a tapasztalata a praxisában a Covid-dal és az influenzával kapcsolatban. Statisztikai adatok alapján megnövekedett megyénkben az influenza megbetegedésének száma. Dr. Muzsai Géza gyermekorvos azt mondja, a gyerekek körében nem tapasztalható a megbetegedések megugrása. Hál' Istennek azt mondhatom, hogy a gyerekek körében nem látom, nem érzékelem a saját rendelőmben, hogy az influenza-szerű esetek tömeges előfordulását. Vannak betegek, természetesen, ahogy ebbe a szezonban szoktak betegek lenni, de annak ellenére, hogy ilyenkor influenza-szezon szokott lenni, gondolni kell mindig a COVID-fertőzésre is. Tehát, hogyha valakiben fölmerül a COVID-fertőzés gyanúja, akkor a tesztet meg kell csinálni, a COVID-tesztet meg kell csinálni az orvosnak. Ez rendkívül fontos járványügyi jelentőségű, mert ezzel nem csak a saját környezetünket védhetjük, nem csak a gyerekeinket védhetjük, hanem az idős szüleinket, nagyszüleinket is meg tudjuk védeni, hogyha a koronavírus járvány megakadályozzuk, terjedését megakadályozzuk. A szakember azt mondja, nem egyszerű megkülönböztetni egymástól a két betegséget, hiszen tüneteik nagyon hasonlóak. Ha valakinek panasza van, az keresse fel telefonon házi vagy gyermek esetén gyermekorvosát. Hogyha valaki megbetegszik, tehát lázas, köhögős tünetei jelentkeznek, akkor ha nincs fulladás, vagy nem bágyat elfekvő a gyermek, akkor ráérnek
másnap a házi gyermekorvosi rendelésen jelentkezni. Természetesen, ha kifejezett fulladás áll fönn, akkor ezt nem lehet másnapig várni. Mindig, amikor beteg a gyermek, most nem úgy megyünk oda a rendelőbe, hogy várunk, oda megyünk és beülünk a váróba és várjuk, amíg sorra kerülünk, hanem előtte a házi gyermekorvossal, a házi orvossal föl kell venni a kapcsolatot, és ővele kell megbeszélni, hogy most mi a teendő. Hogyha mondom, nem súlyos az állapot, akkor ráérünk másnap telefonálni, hogyha súlyos, akkor természetesen más teendőink vannak, akkor akár a sürgősségi osztályon is tudunk jelentkezni. Dr. Muzsai Géza szerint fontos, hogy kipihenjük a betegséget, és csak 3 napos tünetmentesség után térjenek vissza az emberek a közösségekbe. Az influenza oltással kapcsolatban pedig öröm, hogy egyre többen kérik, tette hozzá a gyermekorvos. Ebben a szezonban elmondhatom, hogy több influenza elleni védőoltást adtunk be, mint a korábbi években. És ez rendkívül helyes, és ennek így is kell maradni, de még hangsúlyozom, hogy így is keveset adtunk be, mint amit kellett volna, mert a szülők nem érzik annyira veszélyesnek az influenza betegséget. Itt hangsúlyoznom kell, ki kell térni nem csak az influenza elleni védőoltásra, hanem a COVID elleni védőoltásra, COVID-19 elleni védőoltásra is. Igenis, mindenki regisztráljon. A gyermekorvos azt kéri, mindenki regisztráljon a COVID elleni bármelyik védőoltásra, és oltassa is be magát, hiszen csak ez lehet út az újra egészséges, szabad élet felé. A tél leghidegebb időszaka áll előttünk, ezt jósolják a meteorológusok. Csütörtökre viradóra ugyanis markáns hideg levegő éri el hazánkat. Havazással, erős széllel és kemény mínuszokkal kell majd számolni az elkövetkező napokban. Győrben a hőmérséklet éjszaka maximum mínusz 10 fokig süllyedhet, de az ország fagyzugosabb területein akár mínusz 20 fokos hideg is lehet. A hőérzetet azonban nagyban befolyásolja majd a viharos erejű szél is. A viharossá fokozódó szél holnap délután éri el a szélerőssége maximumát, az jelentősen rontja majd a hőérzetet. A holnap délután a mínusz 4-5 fokos levegőben a 60-70 km/h széllökésekkel együtt majd a mínusz 15-20 fokosnak érezzük a levegőt. Nem ijesztgetés, nem hangulatkeltés, egyszerűen tény, újra hideg front érkezik hazánk fölé. A szakemberek szerint a leghidegebb időszaka következik az idei télnek. A szibériai eredetű léghullám nem elrettentésként viseli ezt a nevet, egész egyszerűen a földnek erről a részéről zúdul be a markáns hideg levegő. Igen, zúdul, hiszen erős szél kíséretében érkezik. Mai nap este folyamán északnyugatira fordul, kezdetben megélénkül, késő estétől megerősödik, sőt, az éjszaka második felétől egyre gyakoribbak lesznek majd a viharos széllökések. Ezzel párhuzamosan több fokkal hidegebb, szibériai eredetű, kontinentális hideg levegő zúdul be Dévényi kapun keresztül a Kárpát-medencébe. Rohamosan csökkenni fog estétől a hőmérséklet. Holnap a reggeli órákban mínusz 7 fok körüli értékeket mérhetünk. Az esőt estétől havazás váltja fel. A markáns hideggel együtt azonban a havazás is megszűnik, és egy szeles, fagyos időjárás telepszik az országra. Fischer Imre szerint ez egy ideig nem is fog változni. Következő napokban is marad az erőteljes északi áramlás, köszönhetően annak, hogy Észak-Európa fölött egy anticiklon épül ki. A mai mediterrán ciklon nyomában újabb ciklon érkezése a következő napokban nem válható, mivel az anticiklon fogja átvenni a térségünk fölött is az irányítást, azonban az északi áramlás tartósan meg fog maradni, következő napokban is marad az igen hideg téli idő, több fokkal a sok évi átlag alatt alakulnak majd az értékek. Ebben változás a következő egy hétben nem várható. Sokszor ébredhetünk majd befagyott szélvédőkre az elkövetkezőkben, a prognózis szerint térségünkben szombaton mérséklődik majd a szél, ekkor akár mínusz 10 fok közelébe is ülhet a levegő, mínusz 7-8 fokos éjszakákra számíthatunk a jövő héten, nappal pedig fagypont körüli maximumok várhatók. Ez tehát azt jelenti, hogy a mostani téli időszak leghidegebb szakasza következik. Az látszik, az körvonalazódik, hogy a következő egy hét várhatóan az idei téli periódusnak a leghidegebb napjai lesznek. Tartósan
derült szélcsendes helyeken, ahol vastagabb hótakaró fog majd kialakulni. Jelenlegi számítások szerint ez inkább az országnak az északi, északkeleti felén lehetséges. Ott éjszakánként majd akár mínusz 15-20 fok körül értékeket is lehet majd mérni. Nem csalás, nem ámítás, érdemes felkötni a nadrágot az előttünk álló napokra, és hogy mit tehetünk még a tél ellen, arra Jóka írt csattanós választ, miszerint várjuk a tavaszt. Az ételpazarlás az egyik legnagyobb probléma a világon, hiszen nem csak a háztartásokban, de az éttermekben és a pékségekben is rengeteg étel kerül a szemétbe. Ennek a problémának a megoldására született meg a munch.hu oldal, ahol a szolgáltatók értékesíthetik az általuk el nem adott ételeket. A kezdeményezés a Corvinus Egyetem 4 hallgatójának közös projektje, ami 2020 nyarán indult, és Budapest, Szeged, Debrecen, illetve Sopron mellé kedden győri éttermek és pékségek is csatlakoztak. 2020 nyarán 4 pesti egyetemista hozta létre a Munchot, ami az ételpazarlás ellen küzd. Az applikáció alapötlete, hogy az éttermek, pékségek értékesíteni tudják a nap végén el nem adott ételeiket kedvezményes áron, így azok nem a szemetesbe kerülnek. A munch.hu alapvetően az élelmiszerpazarlás problémakörével foglalkozik. Csak Magyarországon évente 1,8 millió tonna az az élelmiszer mennyiség, ami kidobásra kerül, és ennek a ötöde körülbelül a vendéglátásban keletkezik. Mi erre találtunk ki társainkkal egy megoldást. Mind a 4 alapítók közül egyetemisták vagyunk, most fogjuk befejezni 3 a Corvinus Egyetemet, és úgy gondoltuk, hogy egy olyan dologgal szeretnénk foglalkozni, ami nem csak üzleti lehetőségeket rejt magában, hanem valami pozitív társadalmi hatást is képes előidézni, és így jött a Munch ötlete. A Munch működése rendkívül egyszerű. Az applikációban különböző muncsokat lehet vásárolni, amelyek meglepetés ételeket tartalmaznak. Az ételcsomagok 40, de akár 70%-os árengedménnyel kaphatóak, frissek, érintetlenek és jó minőségűek. Hogy néz ki ez egy vendég számára? Megnyitja az alkalmazást, kiválasztja számára szimpatikus csomagot. Ez egy meglepetés csomag, ami nagyon fontos. A vendég előre nem fogja tudni, hogy mi fog maradni, de ezt lefoglalja. Előre kifizeti bankkártyával, és egy meghatározott átvételi idősávba személyesen értek el, hogy menjen. A fiatalok számára nagyon fontos, hogy partnerkapcsolatokat alakítsanak ki, és ezzel is növeljék a Munch közösségét. Partnereken én igazából arra gondolok, hogy így a diákszervezetek, egyetemek, illetve híresebb emberekkel is próbálunk jó kapcsolatot kiépíteni, mert nekünk igazából nem csak az a célunk, hogy a vendéglátóhelyek csatlakozzanak, hanem egy közösséget kiépítsünk, és így közösen tudjunk tenni az ételpazarlás ellen. Itt kiemelném azt, hogy például Marsalkó Dávid, a Halott Pénz énekese jelölt minket a Highlights of Hungary nevezetű versenyre, ahol 55 nagyobb esemény, illetve vállalkozást mutatnak be a 2020-as évekből, ami történt. Illetve fontos megemlíteni, hogy így Győrben a Széchenyi István Egyetemmel is sikerült partnerkapcsolatot kialakítanunk, így közösen tudunk tenni az ételpazarlás ellen. Győrben elsők között a Veszti Zöld Futár csatlakozott a kezdeményezéshez, hiszen az ő környezetbarát koncepciójukba teljes mértékben beleillik a Munch szellemisége. Nagyon szimpatikus volt nekünk az, hogy olcsón minőségi ételt tudunk az emberekhez eljutatni, illetve nagyon-nagyon megtisztelő volt, hogy csatlakozhatunk ez a kezdeményezéshez, hiszen mi zöldek vagyunk, tehát valahol ez az, hogy a földért teszünk, gazdaságos autókkal közlekedünk, és eldobható, illetve újrahasznosítható anyagokkal csomagolunk. Párhuzamot láttunk ebben a dologban az ételpazarlással kapcsolatosan. A győri Munch a keddi napon indult el, és a sajtótájékoztató ideje alatt már be is futott az első Munch csomagrendelő. Igazából Facebookon láttam, egy ismerősömnek van péksége. A nevét azt most nem tudom, hogy ők is regisztráltak, és ott néztem meg, hogy mi ez az oldal, meg ilyenek, és így... Hát mondom, miért ne? Megpróbáljuk. Még úgyis szeretem igazából a Vesztit is. Már régóta akartam így a Zöld Futárral is rendelni, aztán mondom, hát akkor itt az ideje. És mi volt az, ami felkeltette az érdeklődésedet? Tehát ugye mégis egy olyan oldalról beszélünk, ami nem egy mindennapi. Igazából ugye Facebook hirdetés, elolvastam, és az így az ételpazarlás is. Ugye alapból is én környezetmérnöknek tanulok, és így azt mondom, hogy így ez egy ilyen pluszpont volt nekik, hogy akkor most miért ne? A Munch alkalmazáson keresztül már a város több pékségéből és étterméből is lehet rendelni, ezzel pedig ételeket lehet megmenteni a kidobástól.
Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb, csütörtök este 7 órakor várjuk Önöket, itt a Győr Pluszon.